A digitális világ érdekes. Postmodem. Megbeszéljük, hogy talán az egész univerzum egy nagy videójáték. Aztán beszámolunk arról, hogy a magyarok is dobogósak az első mesterséges intelligencia diákolimpián. Segíthet-e az EMMI a neten keresgélő pácienseknek, vagy inkább mindenképpen orvoshoz forduljunk? Hol tart a bálnák nyelvének megfejtése, és mire képes a legújabb és ingyenes Flux képkészítő rendszer? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az Asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Itt van Herpai Gergely, a TheGeek.hu főszerkesztője. Szia Gergő! Sziasztok és kellemes délutánt a hallgatóknak! És a hölgyel kellett volna kezdeni, de remélem megbocsát nekünk. Kéki Kira, egészségügyi szakújságíró, a szívderítő.hu főszerkesztője. Szia Kira! Hello, megbocsátok természetesen, és jó egészséget mindenkinek! Köszi, köszi! És itt van a vonalunkban Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Sziasztok, én is megbocsátok, hogy én vagyok utoljára. Sőt, telefoninterünkben megszólalnak az első mesterséges intelligencia diákolimpia magyar résztvevői is. Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Hát, hogyha ránéztek a dátumra itt az Asztaltársaságban, akkor az évszám az ugye 2024-et mutat. Uh-huh. Ebből, hogyha visszaszámolunk mondjuk 25 évet, akkor 1999 jön ki. Mit mutattak be akkor a mozikban? Na mit? A Matrix című filmet. Úgyhogy a 25 éves évfordulója van a Matrixnak, ami szerintem egy fontos évforduló, és nekem a következő hír kapcsán a Matrix jutott eszembe, nyilván, mert most a New Scientist-ben megjelent egy vendégcikk arról, hogy az univerzum csak egy nagy videójáték. Csak, vagy nem csak, egy nagy videójáték. És ez egy kicsit emlékeztet engem a Matrixnak a világára. Mert a Matrix is olyan volt, mintha egy nagy videójátékba került volna a főszereplő Neo, ugye? Igen, igen. Úgyhogy ez egy teljesen ismerős gondolat, de aztán Bódi Zoltán mondta nekem itt adás előtt, hogy nem 25 évet kell visszamenni, hanem hány ezret? Ja, legalább kettőt. Egyébként a fogalmakat érdemes tisztázni, mert ez a videójáték, ez egy kicsit megvezet. Tehát az ember, hogyha azt mondjuk, hogy videójáték, mindenki arra gondol, hogy ül valaki egy számítógép előtt, és valamilyen kontroll ellen lövöldözik meg minden, és néz egy kijelzőt, és fut valamilyen gépen valamilyen program, és akkor azzal játszik. Sőt, egyébként nagyon sok embernek, annak ellenére, hogy a PC-k ma már nagyon fejlettek, videójátékokról még mindig a Commodore 64-es prüntjögés jut eszébe. Én inkább szimulációt használnék, uh-huh. ezt a fogalmat, és akkor sokkal világosabb a dolog, mert itt nem az a lényeg, hogy keresünk egy hardvert, amelyiken valamilyen szoftver fut, ez olyan megint olyan antropomorf, ilyen földhöz ragadt dolog, ha már univerzum léptékben gondolkodunk, akkor érdemes tágítani egy kicsit a szkópunkat, a néző pontot. De egy játékosnak azért a videójátéknak van egy ilyen belső világa, amibe belekerül, és ez tényleg olyan, mintha valóságunk ba is belecsöppennénk valahonnan, egyszer csak, vagyunk benne valameddig ebben a világban, és aztán vagy nyerünk a játék végén, vagy nem nyerünk. Igen, egyébként muszáj megemlítenem egy másik filmet, ami nem olyan régi, amit Ryan Reynolds rendezett, a Fall Guy, ami sokkal inkább erre a történetre reflektált, ahol a főszereplő egy NPC volt, egy nem játékos karakter egy videójátékos világban. És ez tényleg az egész körülötte lévő világ egy videójáték volt. Hasonlított egyébként a Grand Theft Auto nevű játéknak az univerzumára. És a Ryan Reynolds egy egyszerű kis NPC volt, aki érte a mindennapi életét és a mindennapi videójátékos NPC-s megaláztatásait. És ebből a szempontból sokkal harsányabb, meg a Ryan Reynolds-hoz hasonlóan viccesebb volt ez a film, de filozófiai szempontból ez egy még érdekesebb módon reflektál erre a kérdésre. Egyébként, hogy még egy gondolat erejéig a Matrixhoz visszatérjek, én emlékszem, hogy annak idén megjelent egy könyv,
könyv is erről, Matrix filozófia címmel, és kivesézték ennek az egésznek a mögöttes gondolatvilágát. Az előbb, Zoli, a 2000 évet azt miért említetted? Gondolhatunk az antik filozófusokra is. Platón ugye a híres barlang hasonlattal, hogy a világ az egy, az ember által tapasztalt világ az ideáknak a világa, tehát egy képzet arról, hogy milyen lehet a valóság. Ugye a barlang hasonlatnak a lényege biztos mindenkinek megvan, hogy ülnek az emberek a barlangban, a hátuk mögött van a tűz, és ahogy a fény bevetődik, akkor a tűz a barlang falára kirajzol mindenféle árnyékokat, és azokat tapasztaljuk meg, mert nem fordulunk hátra, és itt a világban meg nem tudunk hátrafordulni. Tehát egyébként az is egyfajta virtualitás. Virtualitás, igen, igen. Tehát egy modell, vagy egy inkább egy szimuláció, amit a mi érzékszerveinkkel, a mi agyunkkal valahogy leképezünk abból a valóságból. Tehát például itt a stúdióban gyönyörű szép színek vannak a falakon. A hallgatók ezt nem látják, de elmondom. Gyönyörű szép zöld, sárga, piros, kék. Egy macska ebből mit lát? Hát keveset, mert nem látnak. Szinte semmit, így van, csak a mozgást érzékeli. De hogyha egy picit a Platónra visszatérünk, akkor az ő gondolatmenetét aztán nagyon sokan követték, illetve továbbfejlesztették. Nekem ami leginkább meglepő volt ezzel kapcsolatban, hogy Descartes a gondolkodom, tehát vagyok nevű híres mondásával igazából arra is utalt, hogy ami egyetlen dolog, ami biztosan tuti, hogy ő gondolkodik, de az, hogy a világ az a körülötten létezik-e és valóságos-e, az egyáltalán nem biztos. Én kíváncsi lennék Arthurra is, mert itt a hír alapján a New Scientist vendégcikkét, nem tudom, hogy jól mondom, egy Marcus du Sautoy, az Oxfordi Egyetem simonyi professzora, ez is egy kérdéses kifejezés, szóval ő jegyzi ezt a cikket, és 5 lényeges ponton érez egybecsengést a játék és a valóság között. Arthur, neked mi a véleményed? Érzel ilyet, hogy olyan a világunk, mint egy videójáték? Hát ilyet persze sokszor érzek. Egyébként ez a professzor se létezik, ugye? Tehát ezt is nyilván, tehát ő is csak egy szimuláció. Persze, ez egy szimulációs alak, igen. Ilyen szempontból az egész tulajdonképpen teljesen lényegtelen, sőt, még azt is föl lehet vetni, hogy amúgy a játék, ha úgy tetszik, engedi, hogy ezt a hülyeséget mi fölvessük, de amúgy lehet, hogy ennél a dolog sokkal bonyolultabb, csak vannak határok, amiket nem engednek meg mondjuk ezeknek az NPC-knek, ahogy Ergő mondta, nem játékos karaktereknek, tehát igazából ez egy ilyen feneketlen katlan, amiben lehet menni. Természetesen mi nem, ha ez létezik valóban, tehát ez a nagy szimuláció, ez a nagy játék, akkor nagyon nehezen tudnánk elképzelni, hogy aki ezt az egészet csinálja, annak mi a célja. Feltételezem, hogy fel nem fognánk, mert ez egy annyira bonyolult dolog, hogy nem értenénk meg, de azért így magam hát azon gondolkodtam. Elég sok hát igen, feltételezés egyébként van, hogy miért csinálhat valaki ilyet, és akkor tényleg az egyik ez a kísérletezés, hogy egy lombikban nézzük meg, hogy mi történik, akkor, hogyha valami történik, vagy csinálunk egy környezetet, és abba belerakunk valamit, akkor az ott hogyan fog viselkedni, de csak egy picit mellékvágányra, hogy az, hogy létrehozni valamit, akár egy új életet, akár egy társadalmat, akár egy földet, akár egy szimulációs programot, az szerintem egy rendkívül izgalmas dolog, és ezt bárki akár játék céljából, akár tudományos kísérlet céljából is simán megtehetné. Azért felhívnám a figyelmeteket arra, hogy itt nem a Földön zajló élet szimulációjáról van szó, hanem az univerzum szimulációjáról. Igen, kicsit nagyobb lépték, ja. Tehát azért ezt ne felejtsük el, és én erre mondtam azt, hogy azért ez már egy olyan a mostani elképzeléseink szerint, hogy mondanám, hogy ebben a szimulációban mi úgy képzeljük, hogy ez egy olyan bonyolult feladvány, hogy azért arra kíváncsi lennék, hogy ez mi mozgatja, meg ha van ilyen, akkor szeretnék ebben a cégben részvényes lenni, aki ezt futtatja, ezt az univerzum szimulációt. Szóval azért én azt mondom, hogy persze nagyon nagy csapda a saját földi szimulált logikánkkal végig gondolni ezt az egész kérdést, de hogyha másból nem tudunk kiindulni, ebből tudunk, mert ez a mi logikánk. Ha ebből indulunk ki, akkor ennek hát az egész univerzum szimulációja, hát már kezdem vakarni a fejem, hogy ennek tényleg mi értelme van, de lehet, hogy létezik, ne vessük el, pont ez a lényeg ezeknek a gondolatkísérletnek, hogy ne vessük el, lehet, hogy pont kijön belőle valami egész más, és akkor rájövünk valamire. Egyébként, hogy csak én a magam részéről földhöz ragadtó példát hozzak fel, ami ugyanakkor meta a metában, az a Sims videójáték volt, ami a 2000-es évek elején készült az első rész, ahol a valós életet szimulálta a videójáték, és mégis rengetegen imádták. Valós emberi életet. A valós emberi életet, igen, aha. És ezt a dögunalmas valós emberi életet játszották egy videójátékon keresztül, ami valahol egészen abszurd paradoxon, ha belegondolunk. Na figyeljetek, ez nagyon érdekes témakör, ahogy Kovács Tücsi Mihály mondaná itt a műsorban, ezt még másfél órán keresztül tudnánk folytatni, de én ehelyett javaslom, hogy menjünk tovább, mert egy csomó jó aktuális témánk van. Figyeljetek! A digitális világról érthetően.
Ez a Postmodem. A mai jó hírünk az, hogy megrendezték az első nemzetközi mesterséges intelligencia diákolimpiát középiskolásoknak a bulgáriai Burgaszban, és a magyar diákok az összesítésben harmadik helyezést értek el. Két magyar csapat is volt a mezőnyben, ahol 37 ország összesen 44 csapata, és így közel 200 diák indult. Mindkét magyar csapat ezüstérmes lett az olimpián, tudományos és gyakorlati feladatokat kellett megoldani. A magyar csapat egyik vezetője, dr. Huszár Ferenc itt van velünk a vonalban, ő a Cambridge-i Egyetem számítógép tudományi és technológiai karának docense. Tudós emberként hogyan látja, mennyire komoly ez a verseny, mit építenek föl ezek a diákok tudásként, és ez mennyire lehet hasznos a későbbiekben? Amit a diákok letettek az asztalra, az mindenképpen meglepően jó és meglepően hasznos lesz majd a számukra. Ugye ez először volt egy ilyen diákolimpia, nyilvánvalóan felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen feladatok legyenek, pontosan mennyire, hogy lehet bekalibrálni a nehézségét a feladatoknak. Nagyon is komolyan vehető ez a teljesítmény, és azt várom, hogy a következő években egyre komolyabbak, és egyre közeledünk majd ahhoz, hogy ténylegesen a mesterséges intelligencia tudományos élvonalához közel tartozó feladatok is lesznek majd rajta. Ez a mostani verseny nagyon-nagyon közel áll ahhoz, ami egyébként a mostani mesterséges intelligencia kutatásban előforduló feladatok vagy problémák, tehát inkább arra kell gondolni, mint mondjuk azok a módszerek, amikből aztán például a ChatGPT-t és egyéb ilyen online chatbotokat vagy képgeneráló algoritmusokat előállították. Tehát sokkal inkább a matematikán és ehhez kapcsolódó matematikai programozáson van a hangsúly, mint sem mondjuk robotirányításon. És mindenképpen már a középiskolások figyelmét ráirányítja erre a területre, ami hát nagyon is fontos lehet egy ilyen kis ország számára, mint Magyarország. Azt olvastam a Diákolimpia összefoglalójában, hogy a gyakorlati fordulót Mária Ilieva, Bulgária egyik legsikeresebb énekesnője közreműködésével tartották, és ő készített egy különleges remixet a Love című dalából, és akkor itt jön az érdekesség, hogy a résztvevő diákok feladata az volt, gondolom ez itt a gyakorlati munkát végző csapatoknál, hogy EMMI eszközök, tehát mesterséges intelligencia eszközök felhasználásával a rendelkezésre álló 4 óra alatt egyedi lemezborítót és videoklip generáljanak. Ön gondolom látta ezt a versengést, a videoklippeket, lemezborítókat, mit szólt hozzá? Szerintem a végeredmény, amit kivetítettek a záró ceremónián, az összes csapatnak a megoldásából összeolloztak belőle egy darab hosszabb videoklipet, és meglepően jól sikerült, és meglepően jó hangulatú lett szerintem ez a videoklip, ami a végén készült. A szervezőknek ezzel az volt a célja, hogy egy hírességet bevonjanak, hogy a tudományos részhez nem annyira értő, vagy nem annyira, hogy akit az nem annyira érdekel, az is lássa azt, hogy mondjuk 2024-ben ezeknek az éppen létező mesterséges intelligencia eszközöknek, akit bárki megtanulhat használni, ezeknek milyen lehetőségei vannak, és mit lehet vele manapság megcsinálni. A tudományos kör az volt, amely azért a komolyabb része volt az érmeknek, tehát szerintem azokra vagyunk csapatként is büszkébbek. Mindenkit szeretnénk arra ösztönözni, akár vidékről, akár a határon túlról, hogyha azt gondolják, hogy matematikában, programozásban érdeklődőek, és szeretnének erről a tudományterületről többet megtudni, akkor jöjjenek el nyugodtan az online szakköreinkre, felkészítő versenyeinkre, és akkor remélhetőleg ők is tudnak ebből a lendületből profitálni valamit. A vonalban itt van velünk Kovács Bánhalmi Hédi, az egyes számú magyar csapatnak a tagja. Miben láttad te a sikernek a kulcsát? Hogyan tudott a csapat elérni ilyen szép eredményt? Miben voltatok ti erősek? Mi volt az erősségetek? Szerintem a kódolásba, meg maga, hogy találkoztunk ilyen feladatokkal, már a magyarországi válogatón is az sokat hozzátett ehhez, mert ott is nagyjából hasonló feladatokat kellett csinálni, csak persze nem ilyen szintűt. Maga a verseny előtti napig nem tudtuk, hogy pontosan milyen lesz a verseny, mert még akkor érkeztek a szabályokhoz változtatások. Szóval maga az, hogy ismertük egymást, és jól tudtunk együtt dolgozni, szerintem az volt a kulcsa az egésznek, és nem egy embernek kellett végigcsinálnia. Maga a videoklip készítés, az egy jó kihívás volt? Érdekes volt számotokra?
szerintünk igazából az első forduló sokkal jobb volt, mert sokkal jobban felmérte a tudásunkat, hogy milyen szinten tudunk modelleket használni, és utána ezeknek megtanítani dolgokat. A videókészítéshez kaptunk egy bulgár számot, amihez kellett csinálni, vagy ritmusra stimmeljen egy videó, és mivel így nem is ismertük a nyelvet, hiába volt lefordítva a szöveg, így kicsit nyilván nehéz volt csak így random kitalálni valamit, de végül sikerült, és kaptunk érte az ezüstérmet, szóval annyira nem volt rossz. Neked, Hédi, személyesen a mesterséges intelligencia kutatás mennyire van elől az érdeklődésedben, mennyire látsz ebben perspektívát, ebbe az irányba akarsz-e menni később? Én abszolút, igen, én data science-et szeretnék tanulni, ami egy kicsit mesterséges intelligencia és robotika, úgy mondanám. Több projektem is volt, egyedül és csapatos is, és Huszár Ferenc, a csapatvezetőnk, először vele találkoztam, és ő mutatott be, úgymond, a mesterséges intelligenciának, és vele csináltam együtt projekteket, szóval abszolút megfogott, és mindenképpen ebben látom a jövőmet. Aztán itt van a vonalunkban Kriszt Miranda Anna. Ő a kettes számú magyar csapatnak a tagja, vagy vezetője, vagy Anna? Tagja vagyok. Tagja, aha, mint ahogy Hédi is az előbbiekben, amit elmondott. És neked személyesen melyik része volt a legizgalmasabb, a videoklip készítése, vagy pedig a matematikai elméleti elemeknek, ismereteknek a felhasználása? Személy szerint inkább az utóbbi. Engem nagyon érdekel elméletben a mesterséges intelligencia, és ez inkább ehhez az volt közel. A mesterséges intelligencia egyfajta jövőkép a te számodra? Tehát ebbe az irányba akarsz majd tovább menni? Ezzel akarsz foglalkozni majd mondjuk kutatóként is? Igen, mindenképpen ezzel szeretnék. Van ennél konkrétabb terved is? Egyelőre ennyi, most éppen benne vagyok kutatásokban, de egyelőre csak annyi, hogy egyetem alatt sokat szeretnék publikálni. A külföldi csapatokat figyeltétek? Láttatok-e valami jó megoldást náluk? Lehetett-e tanulni ebből a versenyből? Nagyon sokat lehetett tanulni a versenyből. Utána, ugye verseny közben nem lehetett, de utána több csapattal is tudtunk beszélgetni, összehasonlítani a megoldásokat, és egymásnak tanácsot adni, hogy hogyan lehet jól AI tanulni. Úgy hallom, hogy jövőre is újraindul ez a mesterséges intelligencia diákolimpia. Van-e valami tapasztalat, amit mondjuk a következő évi bajnokság indulóinak elmondanátok, hogy mire kell figyelni, mire figyeljenek majd oda, hogyan készüljenek fel? Igen, jövőre is lesz diákolimpia, minden évben más a témája, de én azt tanácsolnám nekik, hogy vegyenek részt a felkészítőkön, mert sokat tudnak segíteni, sokat tanítanak. Ezen túl szerintem nagyon fontos, hogy önmagunk is sokat tanuljunk egyedül, mert nagyon jó alapok kellenek. Nagyon szépen köszönöm Kriszt Miranda Annának, a kettes számú magyar csapat tagjának. Gratulálunk nektek az ezüstérmekhez, illetve az összesített harmadik hely is a magyar diákoké, úgyhogy nagyon szép eredményt értetek el. Köszönöm szépen és gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönjük. A digitális világ érdekes. Postmodern. Na, itt az asztaltársaságban büszkék vagytok ti is? Hogyne, hogyne. Nagyon is, és nekem különösen tetszett, hogy elhangzott Data neve is. Bár a Data Science kifejezést mondta. Jó, de hölgy. Akkor is Data. Ugye a Star Trek univerzumból, a híres android robotunk. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy itt az asztaltársakban most a bölcsészek dominálnak. Még Herpai Gergő is az, aki a játékokkal foglalkozik. Artúr, te ott a vonalunk Bangkoki másik végén. Hogy reagálsz erre az egész diákolimpiára, ami mesterséges intelligenciával foglalkozott? Ilyen kis tudósok nevelnek ki ezzel, nem? Abszolút, és nagyon örülök annak, hogy ez létezik, különösen azért, mert egyfajta gondolkodásmódot kell megtanulnunk, pláne az AI és a Data Science körében, és itt olyan hatalmas ugrások várhatók a következő időszakban, ahol tényleg minden agyra, gondolkodásmódra, és különösen erre, amit az angol úgy mond, hogy out of the box thinking, tehát ez a kreatív, a hagyományos megoldásokon kívül gondolkodni tudó agy, erre marhára szükség van. Ugyanakkor a tudományos megközelítési módot is erősíteni kell, és ebben az olimpiában ez is benne van. Így van. És az a kettő nekem együtt, ez borzasztóan tetszik. A kreativitás... Nekem nagyon tetszett, hogy a két középiskolás hölgy pont a tudományos megoldásokat emelte ki, és nem a videoklip készítést. Ez hihetetlen. Na, hát azt mondtam a műsor elején, hogy rengeteg aktualitással fogunk foglalkozni, és beszámolunk újdonságokról. Hát következzen egy filmes újdonság.
mivel a csapatunkból ketten is látták már az új Alien filmet, Herpai Gergely is, aki egyébként nem csak játékokkal foglalkozik, hanem filmekkel is, ezt azért ne feledjük. Úgyhogy ott voltál a bemutatón? Igen, igen, láttam a filmet, meg is írtam a kritikát a Dögiken. Annyi spoiler, hogy nekem nagyon tetszett, úgyhogy... Hát ezt el lehet mondani szerintem nyugodtan. Az első Alien film 1979. Igen, igen. Ott abban már használtak számítógépes megoldásokat? Abszolút, ilyen nagyon retro módon jelenítették meg a számítógépeket, ami még, talán még abban az időszakban is relatíve retrónak számított, és manapság pedig, hogyha komolyan vennék, akkor egészen megmosolyogtató, amilyen technológiát akkor láttunk. Hogy hát 70-es években, igen, igen, hát ez igen. Volt még. Arthur, te emlékszel az első Alien filmre? Mert te vagy a másik, aki látta az új filmet. Hogyne, hát annyira emlékszem, hogy én nagy Alien rajongó vagyok. A művészt, Giggert, aki az Alien-t készítette, nagyon kedvelem. A maga módján egyébként ő tényleg egy zseni, amúgy szörnyű, amilyen képei vannak, tehát hogy azért így, a kedvelést így kell érteni. Fantasztikusan és, szörnyű, ugye? Igen, és egyébként Ridley Scottnak most láttam egy interjúját, ő volt az, aki ugye az elsőt készítette, és hát ő a fő műsorszám minden mögött, ő a producere, ő az, aki hajtja az egész Alien irodalmat, és ő azt mondta, és ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy Gigger, aki az első Alien-t készítette, pontosabban az Alien az ő egyik munkájáról formálták, ez a helyes kifejezés. Egy olyan szörnyet alkotott, meg egy olyan egész vizuális, kreatív képet és gondolatvilágot, amivel teljesen egyedülálló ez a szörny a többi között ebben az egész ilyen horror, kicsit ebben a sci-fi horror és mindenféle egyéb világokban, és ezzel teljesen egyet tudok érteni. Tehát valóban ez egy nagyon, nagyon kreatív, érdekes, szép és egyben félelmetes dolog. Most ugorjuk át a évtizedeken át készült újabb és újabb Alien filmeket, és foglalkozunk azzal, ami új. Ez hanyadik Alien film, Gergő? Hetedik. Aha. Hogyha csak az Alien filmeket számoljuk, és nem számoljuk be az Alien vs. Predator filmeket, azt nem tudom. Hát azt nem számítsuk most. Igen. Lehet ezt még folytatni egyáltalán? Abszolút, abszolút lehet. Egy jó forgatókönyvíró kell hozzá, és talán az, hogy Ridley Scott ne erőltesse annyira a régi kliséit, mert azért az előző Alien film az nem sikerült annyira jól, a Covenant. Úgyhogy ami szerintem mindenféleképpen egy fontos ilyen filmeken keresztül ívelő gondolat, az, amiről most is sokat beszéltünk már az adásban, az AI, illetve az androidok megjelenítése. AI vagy AI? Vagy AI, igen, igen, AI. Úgyhogy gyakorlatilag már a legelső filmben is ugye mindenki ismeri az ESA, az emberek ellen forduló gonosz vállalati robot témát, aki aztán folyamatosan változott, ez az ilyen hol segítette a következő részben az embereket, ugye az Aliens-ben, aztán meg úgy volt, hogy segíti, de aztán mégsem az Alien 3-on. Tehát ez mindig egy ilyen érdekes. Vajon segíti az embereket az Android vagy sem? Ez egy állandó gondolatmenet volt, hogy a Blade Runner-ben is. És hát nem akarok spoilerezni, de ez ebben a filmben aztán dupla csavarral is jelen lesz. És melyiktől féljünk jobban, a géptől, vagy ettől a nagyon furcsa idegen lénytől? Mind a kettőtől, mert már az legelső rész óta tudjuk, hogy egymás segítik. Tehát a robotnak az a feladat, amit a nagyvállalat bíz meg, hogy az idegent úgymond belénk telepítse, és aztán elterjessze a földön, hogy szuperharcosokat hozzon létre. Úgyhogy mind a kettőtől kell valamennyire félnünk, abban az esetben, hogyha egy olyan nagyvállalat irányítja ezt a robotot, mint amilyen a Weyland jutani az Alien filmekben. Uh-huh. Egyébként nagyon érdekes ez, hogy... Isaac Asimov felvetése óta, tehát ugye a robotika három alaptörvénye óta, a különböző alkotók milyen megközelítéssel állnak hozzá ez a problémához, és ugyanezt a problémát értelmezik a különböző írók, filmalkotók más és más irányból kritizálva, kritikailag megközelítve, mi van, ha mégsem, ugye a Terminátor filmekben is fölmerült nagyon-nagyon erősen ez a problémakör, hogy meddig vannak a határai a robotoknak, az android típusú robotoknak, ráadásul, tehát az ember formájú robotoknak, és ugye ebben a legújabb alkotásban, meg az Alien univerzumban is ez úgy látszik egy központi téma, tehát ugye a robot az ugye az ember parancsait teljesítenie kell, az embert meg kell védeni, a saját maga sérülése árán is, stb. Stb. Arthur, te láttad most már az első filmeket is, meg ezt az újat is. Ez inkább egy új filmnek tekinthető, vagy beleilleszkedik ebbe a kicsit retro Commodore 64-es digitális világba?
Hát nagyon vissza kell fognom magam, mert van még más téma is a műsorban, úgyhogy annak kell helyet hagyni. Azt kell mondjam, hogy egyetértek Gergővel, olvastam a kritikáját, hogy nagyon régóta várt a rajongó tábor ezt a filmet, vagy egy ehhez hasonló filmet, ami egy kicsit visszaállítja az eredeti két Alient, ugye a rajongók, hát most sokan meg fognak sértődni, de a rajongók nagyjából az első kettőt, az Alient és az Aliens-t, vagyis a nyolcadik utas halált és a bolygó neve halált tartják igazi klasszikusnak, a többi az mind ilyen fejvakarós kicsit. Szóval, hogy visszaállítja egy kicsit ennek a hangulatát, és ami azért borzasztó nehéz, mert gondoljatok abba bele, hogy az első Alien film tényleg a 70-es évek végéről ott tudott olyan sci-fi hangulatot és borzongást produkálni, amit most már nagyon nehéz előállítani. Tehát az egy teljesen nyugodt hangulatú valami ahhoz képest, amilyen filmek ma vannak. Szóval amire ki akarok lyukadni, hogy szerintem sikerült a rendezőnek ezt valahogy úgy elhozni 2024-be, hogy aki még akár nem is látta sohasem az első Alient, annak is izgalmas lehet, és ötvözte a többi elemet. Digitális szempontból azt tudom róla mondani, hogy nagyon jól idehozta valahogy 2024-be, ugye a film története szerint meg ezek a, hogy is van, azt hiszem, hogy 2100, micsoda? Ha jól emlékszem, 2142, igen. Sok 2142-ben játszódik a Romulus, tehát hogy lehet az, hogy 2142-ben tényleg egy kicsit ilyen ezekre a videójátékok, a Commodore 64-ekre emlékeztető képernyők vannak, meg időnként lehet hallani még az orsós, ilyen tároló magnó egységeknek a súrmagását is a háttérben, egy űrhajón. Szóval egészen bizarr, de ennek ellenére nagyon jól néz ki, és azt kell mondjam, hogy el tudok képzelni egy olyan világot, ahol mondjuk ezekben az űrhajókban a számítógépeket, mint cél szoftvereket, céleszközöket úgy készítik el, hogy abban ne legyen mindenféle csicsamicsa. Ugye a repülők, megnézitek ma egy repülőnek a kontroll szerkezetét, vagy ott, ahol beírod, azok karakteres kijelzők, ott nincs lehetőség arra, hogy jobbra-balra ott repüljön a nem tudom, meg fölcsillanjon, meg bejön köszönni egy ilyen kis manó, meg meghajol. Mert abból mindig csak baj van. Hát a lehető legbiztosabb, legegyszerűbb megoldás kell alkalmazni. Könnyen el tudom képzelni, hogy bizony-bizony lesz ilyen, és egy dolgot még nagyon gyorsan megjegyeznék, az pedig az, hogy az Android dilemmát nagyon érdekesen hozza be ez a film, ugyanis itt már egy kicsit magasabb szintre emeli azt a problémát, amivel mi is most találkozunk nap mint nap az AI mesterséges intelligencia dilemmák kapcsán, hogy amikor döntenie kell egy mesterséges intelligenciának abban, hogy mondjuk egy ilyen villamos dilemmaszerű helyzetben, hogy most kitüssön el, vagy az autódilemma, önvezető autódilemma esetében, akkor mit preferál? És ilyenből azért van jó pár a film során, és nagyon érdekes eredményekre jut, és nem olyan egyértelmű egyébként, hogy ilyenkor mit dönt az AI, nem mindig csak a gonosz dolgok jönnek ki belőle. Igen, hát anélkül persze spoilereznék, néha az Androidnak kénytelen olyan döntéseket meghozni, ami ellentmond a klasszikus ne bánsz az embert fajta törvénynek, mert hogyha arról van szó, hogy egy nagyobb mennyiségű embert kell megmentenie pár ember halála okán, akkor muszáj végrehajtania. Most ez nem a fő sztorihoz kötődik, úgyhogy ez nem volt spoiler, de egy kicsit a filmnek a filozófiáját is közvetíti. Na, én javaslom, hogy megint menjünk tovább. Tök jó, hogy beszámoltunk erről is, filmújdonság, de most megint valami nagyon más következik. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Kéki Kira, a szívderítő.hu főszerkesztője már többször volt itt vendégünk a műsorban, és hát mindig egészségtémával foglalkoztunk. Legutóbb például, mivel is foglalkoztunk, kire emlékszel? Hú, hát ezt nem beszéltük meg előtt, hogy erre emlékeznem kellene. De a páciensekkel és a mesterséges intelligencia viszonyával már akkor is foglalkoztunk, és hát azért nagyon emlékszem, mert ez egy nagyon hangsúlyos üzenet, hogy nem javasoljuk a hallgatóknak, és ezt most is már itt az elején elmondjuk, hogy csak az internetről tájékozódjanak. Ne kezdjék el saját magukat diagnosztizálni. Ez így van. Mert nem értenek hozzá. Ehhez orvosi tudás kell. Pontosan, de azért hozzá kell tennem, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül sokat tud mostanában tenni azért, hogy egy csomó olyan űrt, olyan hiányt betöltsön, ami létező probléma a jelenlegi társadalmunkban. Ugye csak felhozok néhány indokot, hogy miért érdemes a mesterséges intelligenciát jól kérdezni bizonyos tünetekről. Az egyik az, hogy rendkívül gyors a válasz. Ugye egy orvost megkérdezni az egyáltalán
nem biztos, hogy perceken vagy órákon belül elérhető. A másik az, hogy anoniman lehet beszélni, vagy lehet kérdezni igazából egy ilyen szituációban, ami azért sok problémánál nagyon fontos és érzékeny terület lehet. Aztán ugye, hogyha csak a Google-t használnánk valamiféle keresésre, akkor rengeteg időt elvenne tőlünk, mire összeszednénk minden információt. A mesterséges intelligencia ebben remek, mert ő gyorsan összefésüli, hogy nekünk mire van szükségünk. Struktúráltan elénk rakja a kérdésünkre a választ. Na jó, ráadásul de, nagyon személyre szabottan. De biztos, hogy megbízhatom benne? Nem. Hát sőt, várjál, Kira, én ott kérdezelek provokatívabban. Itt ebben a műsorban sokszor beszéltünk arról, hogy a ChatGPT időnként kamuzik. Uh-huh. Tehát, hogyha az egészségemmel kapcsolatban fölteszek neki egy kérdést, és egy kamu választ kapok, akkor az nagyon nagy bizalomvesztés lesz. Így van. Hadd folytassam, hogy miért fontos, vagy miért jó még, hogyha létezik. Ami szerintem egy elképesztően hasznos dolog a mesterséges intelligenciában, hogyha te mondasz neki gyógyszerneveket, hogy miket szedsz, ő azonosítja hatóanyagként, és azonnal megmondja, hogy közöttük van-e interakció, és hogy szabad-e szedni őket egymással, vagy sem, vagy milyen hatással lesznek, gyengítik-e, erősítik-e egymás hatását. Ezt egy orvos, vagy egy patikus nagyon lassan, és viszonylag sok tudás, hiszen mondjuk 15-nél már ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, a mesterséges intelligenciának ez pillanatok alatt megy. De visszatérve a kérdésedre, hogy mi van, ha hallucinál egy ilyen tünetegyüttesnél, a válaszom az, hogy jól kell kérdezni, meg kell tanulni jól kérdezni a mesterséges intelligenciát, és még azt is hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy az ingyenes verziókat érdemes erre használni, hanem itt már lehet, hogy az előfizetéses mesterséges intelligenciát érdemes erre felhasználnunk. Mert az előfizetéses már orvosi egyetemet végzett? Nem, ugyanúgy nem végzett orvosi egyetemet, de hogy sokkal mélyebben és sokkal pontosabban válaszol, akár hivatkozásokkal is. Tehát az egyik tanácsom például, hogy hogyan kérdezzünk mesterséges intelligenciát, ha bármilyen tünetet akarnánk azonosítani, az, hogyha jól promptolunk, akkor megkérjük, hogy a hivatkozást is legyen szíves megadni, és jó esetben ez egy kattintható hivatkozás, hozzáteszem, néha nem, és olyankor pontosítanunk kell. És hogyha kattintható, akkor rögtön le tudjuk ellenőrizni, hogy az az oldal, ahova vitt minket, például az amerikai különböző járványügyi központoknak az oldalai, vagy akár a magyar megfelelő központoknak az oldalai, hogyha oda visz minket, és ott egy élő linket találunk, ami ezzel a témával foglalkozik, akkor elég biztosak lehetünk benne, hogy az abból összeszűrt információk, azok valószínűleg rendben lesznek. Lehet egy konkrét példát hozni? Persze. Ugye nekünk van egy macskánk, akinek volt valamilyen betegsége, valamilyen vese problémája, ugyanakkor meg a bőrén is vannak olyan tünetek, ami nem tetszik, és itt te használtad a mesterséges intelligenciát. Bizony, és ugyanezt levetíthetjük emberre is, mert ugye amit el szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy hogyan kérdezzünk, és a példát akkor el is mondom, hogy ebben az esetben, ha nagyon részletesen kérdezünk, akkor járunk jobban, illetve a legeslegelején érdemes tisztázni a mesterséges intelligenciával, hogy mit várunk el tőle. Tehát ebben az esetben a kispipinél, a cicánknál azt kértem, hogy egy állatorvosként válaszoljon. Tehát azt a tudását, vagy azokat az információkat, azt a háttéradatbázist használja, mint hogyha ő egy állatorvos lenne. Amikor én a saját tüneteimet akartam vele diagnosztizálni, mert covidos lettem, akkor azt kértem tőle, hogy házi orvosként legyen szíves válaszolni az alábbi kérdéseimre, és nagyon-nagyon pontos anamnézist kell neki adni, ugyanúgy, mintha egy orvossal ülnék szemben, aki ugye megkérdezi, vagy látja, hogy hány éves vagyok, milyen nemem van, megkérdezi, milyen gyógyszereket szedek, milyen betegségeim vannak, egyéb ilyen dolgokra kíváncsi. Ugyanilyen pontossággal kell megadni a mesterséges intelligenciának, hogy mik az alapadatok, és utána feltenni a nagyon-nagyon konkrét kérdést, mert ebben az esetben olyan adatbázisokhoz nyúl, vagy olyan összefüggéseket fog keresni, amelyek erre a konkrét válaszra, vagy erre a konkrét kérdésre adnak választ. Jó, azért még én hadd legyek még mindig ilyen kekeckedőkira, mert ugyan te az egészségügyel foglalkozol nagyon régóta, tehát nyilvánvalóan alappal mondod, amit mondasz, de mégis nem érdemes lenne azt mondanunk a hallgatóknak, hogy ez a fajta keresgélés, informálódás, amit te most elmondtál, azt kezelje mindenki úgy, mint tájékozódás, és semmiképpen egy orvos helyettesítőnek tekintsük, hanem olvasgatunk ezt, azt, kérdezünk és kapunk választ, majd hogyha nem vagyunk elégedettek, vagy akár elégedettek vagyunk,
de menjünk el az orvoshoz, és vele egyeztessük. Ez olyannyira úgy van, hogy minden egyes kérdésnél és minden egyes válaszadásnál a ChatGPT megmondja a végén, hogy ő nem helyettesíti a házi orvost meg az állatorvost. Aha. Amit ő ad, az egy a kapott adatok alapján egy ajánlás, és legyünk szívesek pontosítani, vagy szakembert felkeresni azért, hogy ez hiteles legyen. Ő ötletet ad például, hogy milyen orvoshoz menjünk el. Tehát ő a panaszok alapján tökéletesen megmondja, hogy házi orvos, bőrgyógyász, kardiológus, tüdőgyógyász, ki az a állatorvos, ki az, akinél folytassuk a keresgélést. Most a bőrgyógyászat jutott eszembe, hogy van egy olyan alkalmazás, vagy olyan weboldal, ahol az anyajegyeket be lehet küldeni, hogy lefotózza az ember, és akkor beküldik, és akkor elvileg azt többé-kevésbé a mesterséges intelligencia első körben ő ellenőrzi. Aztán azt állítólag megnézik emberek is, tehát orvosok is, de ez most már ennek most a fizetős verziója van. Az a kérdésem, hogy ezt mennyire lehet egy ilyesmit, mennyire tanácsos igénybe venni? Vagy... Szerintem nagyon. Szerintem abszolút, hiszen már, hogyha az egészségtudatosság benned van, hogy foglalkozol, hogy lefényképezel az anyajegyet, hogy aggódsz, hogy esetleg az nem stimmel-e, az egy óriási nyereség. Már onnantól kezdve esélyed van arra, hogyha problémád van, túl fogod élni. Tehát ez az első nyereség, a második pedig az, hogy kiváltja azt a borzalmas menetet, hogy te elmenjél a bőrgyógyászatra, ott kivárd a sorodat, ott akkor valamit mondanak, akkor ott tovább küldenek, tehát egy lépcsőfokot rögtön ugrik, és rögtön a kép alapján egy orvoshoz irányít, vagy egy orvos látja, amit te beküldtél, vagy a mesterséges intelligencia átadja az orvosnak, mert gyanús jeleket lát, és innentől kezdve a te utad sokkal gördülékenyebben megy tovább, mint hogyha mindezt teljes mértékben negligálod. De egy picit még visszatérve, hogy ugye mennyire lehet ezt komolyan menni, vagy hogy hogyan lépjünk tovább, hogyha tájékozódni akarunk. Ha nagyon banális dologról van szó, akkor abszolút hihetünk neki, tehát hogyha egy megfázásnak a tüneteiről kérdezzük, és hogy mit csináljunk, és mit vehetünk be például konkrétan gyógyszert, mit vehetünk be kettőt, hármat egymással, hogyan kombinálhatunk, nem lesz veszélyes, nem lesz a dózis túladagolva, akkor ez tökéletesen elfogadható és hihető válasz, mert olyan adatbázisokból dolgozik, amelyek tökéletesen bizonyítottak tudományosan, tehát le van írva, publikáltak és sokszorosan publikáltak, ő csak elő kell, hogy ezeket vegye. De csak akkor, ha úgy kérdezek. Ha ugye? Jól kérdezel, így tehát van. Akkor ez legyen az üzenet, pontosan, hogy menjünk. Nagyon ügyesen kell kérdezni, nagyon pontosan kell kérdezni. Ha valaki erre kíváncsi, akkor nem tudom, van-e lehetőség majd ott a műsor alatt egy kis ajánlót adni, hogy hogyan kell feltenni ügyesen a kérdéseket. Például, de én most kérdezni szeretnék pontosat Artúrtól, hogy ő például kérdezette már egészségügyi kérdést a mesterséges intelligenciától. Persze, hogy kérdeztem. Szerintem nagyon sokan kérdeznek, meg sokan googloznak is. Ugye én egészségügyes családból származom, és hát az orvosoknak a rémáma a Google-ből tájékozódott páciens, aki mindenféle dolgokat diagnosztizál magán, és ugye mondjuk egy általános internetes kereséssel hamar el lehet jutni odáig, hogy holnap meg fog halni. Tehát, hogy lehet, hogy csak megvágtam az újabb a konyhában, de ez a vége. Tehát, hogy azért ez eléggé könnyen megy, és sajnos mondjam, hogy a mesterséges intelligenciánál is egy kicsit azt hiszem, hogy az a jelenség azért megfigyelhető, hogy hát addig fogja kérdezgetni az AI-t, amíg valami olyat nem mond, amire rámondja azt, hogy na látod, megmondtam én, hogy a bajom. Na jó, de ez az emberi az tulajdonság, igen. Ezt tudom, de hát egy ember beszélget az AI-ja. Csak azt eszembe még így ilyen gondolat végig azon mosolyogtam magamban, hogy lehet, hogy kéne keresnünk egy emberorvost, aki fel tud írni az AI-nak valamit arra, hogy ne halucináljon. Hú, az nagyon jó lenne, igen. Valóban nagyon hasznos lenne. A digitális világ érdekes. Postmodem. Mostanában olyan sokszor említettem itt adásban is az első Pátia rádiós műsorunkat, ismét meg fogom említeni, hiszen akkor Bódi Zoltán itt volt velünk abban a műsorban, aha, és akkor már foglalkozott a bálnák nyelvével, hogy egy mesterséges intelligencia kutatás azt irányozza, valahogy fölveszik rengeteg bálnának a hangját az óceánokban, és aztán mesterséges intelligenciával megfejtenék az ő közléseiket, kommunikációjukat, párbeszédüket egymással. Hol tart ez, Zoli? És úgy látszik, hogy újabb lépések történtek ezen a kutatási területen, mert mesterséges intelligencia technológia felhasználásával egyre több és több olyan kommunikációs mintázatot vélnek felfedezni a bálnák kommunikációjában,
amelyeknek a használatáról és a jelentéséről el tudnak gondolkodni a kutatók. De egyébként... Most csak zárójelben, nem tudom, hogy nem szakterületed, de ugye akkor megbeszéltük, hogy már az egy óriási nehézség, hogy rögzítsenek kellő mennyiségű bálna hangot a vízre, igen, mert ott a víz ott csapkolódik, meg gondolom más vízi állatoknak is van hangja. Persze. Erről van szó róla, hogy ezt hogy tudják megoldani? Hát a technológiai, a kutatás technológiai oldalát azt nem ismerem. Nem ismerem. Feltételezzük, hogy felvették. Feltételezzük, hogy vannak ilyen adatok, és csak utalnék arra, hogy egyébként ugyanebben a műsorban hasonló témával foglalkoztunk, már nem állati kommunikáció megfejtésével, hanem hogy régi nyelvi szövegek, például sumér, meg akármilyen nagyon-nagyon-nagyon régi nyelvi szövegek elemzésére, megfejtésére milyen módon lehet a számítógépes technológiát használni. Tehát ez egy roppant izgalmas terület, és ahogy egyre jobban fejlődik a mesterséges intelligencia technológia, egyre jobban tudjuk tudományos célokra, nyelvi célokra is felhasználni. Tudniillik, miről is van szó, amikor egy ismeretlen kommunikációs közeget kell megfejtenünk? Hát először is ugye a nyelv az nyelvi jelekből áll. A nyelvi jeleknek van alakjuk és van jelentésük, és a kettő között meg van valamilyen kapcsolat, és egyébként ezeket a nyelvi jeleket pedig a használók valamilyen módon, valamilyen célra használják. És minél nagyobb mennyiségű adathalmazt vizsgálunk, és minél kitartóbbak vagyunk, annál valószínűbb, hogy föl tudunk fedezni ebben a jelsorozatban mintázatokat. Na de ez annyira emberi gondolatmód, ahogy te ezt most elmondtad, hogy az emberi kommunikációra ez érvényes, de a bálnák esetében is érvényes ez a fajta logika? Hát ha feltételezzük, hogy a bálnák kommunikálnak egymással, akkor nagy valószínűséggel igen. Csak ugye mi emberek, a kommunikációnknak az elsődleges formája ugye a verbalitás, tehát szóbeliség, hangok által történik, a hangokat, ugye a beszédhangokat, azokat a fonetikai apparátusunkkal hozzuk létre, hogy így fogalmazok, tehát a beszédszerveinkkel, és a beszédszerveinket mi emberek jól ismerjük. Na most a bálnáknál azért talán kevésbé, de minden esetre azt már tudjuk, hogy ilyen csettegésekkel, tehát a víz alatt is terjedő hangokkal. Hát megmutattuk is a műsorban, ilyen hújogás, igen. Sikolyok voltak ezek. De például, hogy egy emberi beszéd folyamban milyen fonémák vannak, tehát amelyek ismétlődnek bizonyos kapcsolódásokban, különböző féleképpen, azt nagyon pontosan tudjuk, hogy milyen módon lehet csoportosítani őket. A bálnáknál szerintem sokkal kevésbé. Tehát tudjuk, hogy vannak magánhangzók, máshangzók. A kettő között az a legfőbb különbség, hogy a máshangzóknak a képzésekor akadályok vannak. Tehát fizikai halljuk. Akadályok. És halljuk. Igen, ezeket hallhatjuk, igen. Tehát, hogy rezeg, tehát a zöngés, vagy valamiről visszapattan, vagy felnyílik, vagy nem nyílik, vagy stb. A magánhangzónál ilyen nincs. És mi történik? Látjuk a szájunkat, ismerjük, hogy milyen dolgok vannak ott össze-vissza, és azok, amit csinálunk beszéd közben. A bálnáknál ezt nem tudjuk, viszont amit hallunk, azoknak a különbségei, a mintázatai, az ismétlődése, a sorozatai, ahogy föllelhetők, na ebben van előrelépés, és szerintem... Van mintázat? Egyre több mintázatot ismernek föl a kutatási jelentés szerint. Nagyságrendekkel nőtt meg a technológia használatával. Ez nagyon izgalmas. Három év alatt, hogyha jól értem, akkor. Ja. Óriási előrelépés. Arra kell még odafigyelni, hogy a nyelv az nem csak ebből áll, hanem a környezetből is. Tehát nagyon fontos ugye megfejteni azt, hogy valamilyen hangmintázat az milyen egyedek között történt, kik voltak akkor ott, milyen fizikai helyen voltak, mit csináltak akkor azok a cetek, mi lehetett a kommunikáció cél. Kontextus, meg különben nem. Aha. Egyébként meg nem biztos, hogy csak ebből az akusztikumból áll az ő kommunikáció, mert simán lehet, hogy ahogy tekintenek egymás, vagy milyen a testállásuk, vagy az uszonyaik éppen mit csinálnak, itt tudom én, tehát merre mozognak. Tehát nagyon sok összetevője lehet a dolognak, tehát lehet nem feltétlenül gesztus kommunikáció. Mind a további nélkül, tehát nem feltétlenül csak az akusztikumra kell gondolnunk, de nyilván a kutatók ezt mind látják és ismerik. Akkor, hogyha 3 év alatt ennyire előre haladtak, akkor mi a tipped? Tudom, hogy nehéz egy tudós embertől kérdezni, de mikorra fogjuk megfejteni a bálnák nyelvét? Figyelj, nem tudok erre a kérdésre egyáltalán választani. Majd amikor a galaxis utik galaus toposoknak, bár ugye ott nem bálnákról, hanem delfinekről van szó, de ez a viszlát köszi, és köszi a halakat, ez a, azt megfejtettük például. Várjátok,
Artúr szerintem tudja, hogy mikor fognak beszélni a bálnak. Én nem tudom, csak azért szórakozom marha jól, mert emlékszem az Eszeveszett Birodalom, azt hiszem magyarul ez volt a nevű rajzfilmre, még korábban volt, amiben mókusok állandóan ott mászkáltak a főszereplők körül a rajzfilmen, és a végén volt egy olyan szereplő, aki le tudta fordítani, hogy a mókusok egyébként mit mondanak. És ezt meg kellett tanulnia a gonosz valakinek büntetésből, és a mókusok így mondták, hogy... És akkor az volt, hogy hova tetted a makkom? És akkor mondta, a makkomat elvitted, az az én makkom. Tedd vissza a makkot a helyére, ne vidd el onnan. Tehát, hogy az összes dolog az arról szólt, hogy a makkot, azt valamit kell csinálni a makkot. És azon gondolkodtam, hogy tudjuk, akarjuk-e azt mi tényleg tudni, hogy a bálnák miről beszél. Tehát, hogy lehet, hogy megfejtjük, és az első az lesz, hogy így kijön egy olyan, hogy figyelj, add vissza a halamat, ne szórakoztad. Előbb elúsztál mellette, egy kétszer akkora fóka ott volt, miért nem etted azt meg? Tehát lehet, hogy az egész erről fog szólni, vagy még rosszabb, lehet, hogy elkezdenek olyanokat mondani, hogy na jó van most, hogy már értetek minket, akkor tudjuk, hogy mit műveltek azon a halászhajónál. Nézzetek csak utána, hogy mi van ott. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy a végén mi fogjuk azt mondani, tudod, hogy ül egy ember, elképzel magam előtt, hogy kódoljuk ki az első ilyen dolgokat, és akkor ránéz a másik, azt mondja, hát ezt nem küldöm tovább inkább. Jó? Egyébként vicces módon, de a borzasztó fontos dologra mutattál rá, Artúr. Tehát itt az egész kutatási sorozatnak a célja, hogy a kommunikációs célt találjuk meg és fejtsük meg. Nekem még az jutott az eszembe Robert Mernek a híres regény, az állati elmék. Bi és fa története. Igen, ahol a delfineket ugye hadászati célokra használták, itt a CIA, ha jól emlékszem. És egyébként ez valamennyire, ha jól tudom, valós történet abban a szempontból, hogy használtak is fel delfineket. Az a nagy kérdésem, hogy a bálnákat nem fogják ilyen módon felhasználni. Hát meg hogy akkor tényleg miért nem a delfineket vizsgálják, és miért éppen a bálnákat? Szerintem vizsgálják őket itt csak különböző kutatási jelentések különböző helyekről. Na jó. Zoli, kövessük ezt a dolgot, és 3 év múlva újra foglalkozunk ezzel. Postmodem. Van még pár percünk a műsorból, és egy újabb újdonság következik Keleti Artúrtól Bangkokból, aki azért természetesen most is követi azokat az újdonságokat, amik a mesterséges intelligencia világában keletkeznek. Flux, jól mondom a nevét ennek a programnak? Jó, lehet Flux is. Flux. Flux, mit tud ez a flux? Igen, egy kicsit úgy hangzik ez, mint a frakba az a nevező szakasz. Vagy a fluxus kondenzátor. Ez az a fluxus, igen. Az gimnáziumi fizika tanárunk, amikor a fluxus tanította, és senki nem emlékszett rá az osztályból, akkor azt mondta, hogy ma már nem luxus a fluxus. Vagy a flux az az új AI, amivel a készítők flexelnek. Fluxolnak, igen. Vagy buxust generáltatnak. Jó, szóval igen, tehát picit komolyabbra fordítva a szót, ez a Flux vagy Flux, ez egy új képkészítő alkalmazás, és hát egészen döbbenetes, hogy azt kell mondjam, így kb. 2 évnyi vagy 3 évnyi ilyen képkészítő alkalmazás ismeret után, hogy most már azt mondjuk, hogy hát ez egy hétköznapi dolog, hát beírom, hogy csináljon egy jó minőségű képet, aztán megcsinálja, hát mi ebben az újdonság. Az az érdekes, hogy ez az eszköz, ez teljesen nyílt forráskódú, tehát mindenki, aki képet akar készíteni vele, ha megfelelő minőségű és erős számítógépe van, azért ez nem egy ilyen hétköznapi laptop minősége, hiszen itt képet kell generálni jó minőségben, nagyon nagy memória kell hozzá, ez kell, a modellt le kell tölteni a számítógépre, de ami a lényeg, hogy gyakorlatilag mindenki akár az otthonában is tud mindenféle korlátozás nélkül, azt hiszem ezt húznám alá pirossal, bármilyen képet készíteni ezzel az eszközzel, ami ráadásul meglehetősen gyors. Egyébként a Stability AI nevezetű cégnek a munkatársa indították el, és pillanatokon belül, most nem néztem utána, hogy pontosan mikor indult el a cég, de gyakorlatilag ilyen 1-2 éven belül már olyan minőségű képeket készít, ami most a képkészítés királyá vagy királynőjével, a Midjourney-vel fölveszi a versenyt. És az a lényeg, azért húztam alá pirosra az előbb azt, hogy mindenki azt csinál vele, amit akar, mert úgy tűnik, hogy ezzel a képességével azért eléggé kimagaslik a többiek közül, például a Stable Diffusion, a másik, amit ilyenekre szoktak használni. Vannak természetesen fizetős verziói, de van ingyenes verziója is. És most már egy pár napon belül elárasztotta az internetet nagyon sok leírás és YouTube videó arról, hogy hogyan lehet bármilyen kép készítésére valamennyi elfogadható közepes minőségű tudással ezt az eszközt felhasználni. Szóval szerintem itt van a jelentősége ennek az új eszköznek, illetve abban, hogy ott van a jelentősége, hogy nagyon hamar jelennek meg az ilyenek egymás után, pillanatokon belül, tényleg hónapokra, fél évekre vannak egymástól ezek az új kiváló minőségű kép készítők, és úgy tűnik, hogy egy szövegből videó készítő alkalmazás is várható. Tehát
tehát amikor a műsorban is sokat beszéltünk, például az OpenAI szórája, mondjuk az egy ilyen otthon készítős verzióban is lehet, hogy hamarosan előáll, és hát mondom se kell, hogy ezt fel lehet használni mindenféle gonosz célokra is természetesen. Artur, ez az, ebbe akarok belekapaszkodni, amit most mondtál, hogy azt mondtad, hogy kevésbé korlátozott ez a szoftver, bármit csinálhatunk vele, de hát azért bizonyos korlátozások nagyon hasznosak. Például országosan vagy nemzetközileg ismert emberek arcával nem nagyon lehet játszani az ilyen képkészítő szoftverekben. Ezt is engedi a Flux? Hát maga a webes verzió nyilván kevésbé, vagy nem, attól függően, hogy milyen verziót használunk, meg éppen milyen napra ébredtek a fejlesztők, viszont azt a verziót, amit magunknak letöltünk, azzal azt csinálunk, amit akarunk. Aha. Úgyhogy ez igazából az igazán érdekes része a dolognak, és nyilván erről még sokat lehet beszélgetni, hogy ez hova tud kifutni, inkább csak a jelenség miatt gondoltam, hogy érdemes erről beszélni, hogy most már a szöveggenerátorok után a képgenerátorokban is megérkezik, a képkészítőkben is megérkezik az időszak, és most majd tovább megyünk a videógenerátorokban, generálókra, a zenére, és így tovább, ezek jönnek majd ezután, ahol már viszonylag, tulajdonképpen elveszítjük a kontrollt a fölött, hogy ki milyen képeket készít, és nem csak a híres emberek, hanem bármit el tudunk képzelni. Mondjuk képzeljünk el egy iskolát, ahol valaki elkezd, nem tudom mi, mesztelen képeket generálni, ugye erre is hoztunk már példát ilyen eszközök. Kell, csak ezek egyre tökéletesebbek lesznek. Úgy tűnik, hogy a Flux az abban nagyon jó, hogy ilyen selfie jellegű, kicsit ilyen otthon készített, kicsit ilyen esetlen képeket csinál, és egyelőre úgy tűnik, hogy az újak számát is egész jól eltalálja, szemben a többi megoldással, ahol elég gyanús. Mármint az emberi kéz ujjainak. Az emberi kézen az újak számát, igen, köszönöm a kiegészítést, mert hogy ebben eléggé rosszak ezek a rendszerek. Bocsánat, még egy dolgot mindenképpen szeretnék mondani, mert ez egy nagyon fontos információ, és gondoltam, hogy ezt még azért ide tenném. Biztos emlékeznek rá a hallgatók, hogy egy pár adásra ezelőtt beszéltünk arról, hogy az Apple-nek a rendszereiben megjelenik a mesterséges intelligencia, méghozzá úgy, hogy vannak olyan dolgok, amiket a telefonon magán lehet készíteni. Ez ugye szintén egy olyan típusú dolog, mint amit az előbb mondtunk, hogy a telefonon magán készül, vagy magán az eszközön készülhet valamilyen kép például, vagy ott hajtódik végre egy utasítás, úgyhogy nem megy föl a felhőbe. Na, az az érdekes hír, hogy pár nappal ezelőtt a Google is bejelentette ugyanezeket a rendszereket, méghozzá azonnal elérhetőek a legtöbb Google eszközön, illetve az új eszközökön, amiket kiadtak, illetve az OpenAI-hoz hasonló AI-t is kiadtak, amivel lehet ugyanúgy beszélgetni, amit az OpenAI bemutatott, de még nem adta ki. Tehát úgy tűnik, hogy a Google az szépen fölveszi a versenyt a többi szereplővel, úgyhogy ez szerintem egy izgalmas dolog, és most először úgy látom, hogy a androidos felhasználók egy csomó olyan dolgot fognak élvezni, amit ki tudja, hogy mikor tudnak majd az iOS felhasználók élvezni az AI-jal. Már csak egy rövid kérdésem van, Artur, hogy aki szeretné a Fluxot kipróbálni, hogyan tudja megtenni? Föl tud menni a Fluxnak a weboldalára, és ott meg tudja ezt keresni. A Black Forest Lab-nek a termékéről van szó, ott elérhető. Eddig tartott a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Kéki Kiránnak, Bódi Zoltánnak, Herpai Gergelynek, Keleti Artúrnak és a szerkesztőnek Rész Betyár Gábornak, továbbá a hangmester kollégának Pozsonyban Kovács Jánosnak. Jelentkezünk egy hét múlva, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.